vasárnapi istentisztelet a Kossuth utcai református templomban. Advent utolsó vasárnapján szép számmal gyűltek össze a hívek, hogy végighallgassák a karácsonyt megelőző időszak utolsó igehirdetését. Wagner Tamás lelkipásztor a misét követően híradónak mondta el ünnepi gondolatait. Maga a karácsonyi történet, ahogy Jézus megszületik Betlehemben a kivetettek között, mutatja meg azt a szeretetet, ahogy az Úr a kivetettekhez is, a kicsikhez is eljön. És most így az egész vírus helyzetben, amikor jobban megéljük a saját magunk elesettségét, kicsinségét, lehet, hogy még közelebb is kerülünk ahhoz az Úrhoz, aki értünk eljön, és talán segít abban, hogy jobban rá tudjunk hangolódni. Mert hogy nem csak úgy ünneplünk valamit, ami régen történt, hogy úgy gondolunk rá, mint egy régi eseményre, hanem úgy ünnepelhetünk, hogy Jézus itt van közöttünk Szent Lelke által. És ez, azt gondolom, a karácsonynak a lényege ezt megélni, és így elfogadni Istennek azokat az ajándékait, amiket ő készít a számunkra. Az öt templom advent keretében az újvárosi keresztény templomok szertartásain aranyvasárnap és a karácsonyi ünnepek alatt a betlehemi békeláng fényével égnek a gyertyák, a lángot pedig a hívek otthonukba is hazavihetik. Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, a győri református közösség presbitere önként vállalta a lángőri feladatot. Nekem fantasztikus dolog az, hogy karácsony előtt a betlehemi lángot én segítettem átadni a híveknek abban a templomban, ahol engem kereszteltek annak idején, csak nem 60 évvel ezelőtt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez az időszak ez mindenkinek arra ad lehetőséget, hogy kicsit magában mélyedjen, átgondolja azt, hogy mi fontos számára, mit jelent számára a hit, mit jelent számára az, hogy család, mit jelent számára az, hogy barátok, egyáltalán mit, meddig ért el az életében, és hát gondolját azt, hogy mi segítette ahhoz, hogy eddig el tudjon jutni. Én nagyon sokszor szoktam mondani orvosként is a betegeimnek, hogy a hit csodákra képes, és ha az embernek nincs hite, akkor sokkal nehezebb, hiszen úgy érzi sokszor, hogy egyedül van, és hogyha tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, akkor mindig könnyebb megoldani a problémákat is. Az öt templom advent szervezői a szertartások mellett hétfő kivételével minden nap 13 és 18 óra között tartanak lángőrséget a Rát Mátyás téri kápolnánál, ahonnan még 23-án is lesz lehetőség hazavinni a betlehemi békelángot.